számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Sportosat. Hírodónk vendége Kis László, az MB2-es Ceged labdarúgó csapatának vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek, újra itthon. Legutóbb akkor találkoztunk itt a Dino Sporthíradóban, amikor még Kanadában dolgoztál, és ha jól emlékszem, karácsonyra hazajöttél, aztán mentél is vissza. Azóta gondolom történt egy pár dolog, mert időközben ugye végleg hazajöttél, és mi több, ugye múlt héten a Cegléd szerződtetett. Mi történt? Jó estét kívánok a kedves nézőknek. Igen, elég hosszú idő eltelt azóta, amióta itt voltam legutóbb. Hát Kanadában lejárt a szerződésem, és inkább úgy gondoltam, hogy hazajövök, de annyira hazajövök, hogy legalábbis szerződési szándéka, többet nem megyek el Magyarországról. Valahogy elegem lett a külföldből, elegem lett abból, hogy nekünk magyaroknak olyan nagyon nehéz mindig az élet, bárhova kerülünk is a világba. Aztán voltak ilyen megkereséseim több csapattól, most a legutolsó héten két helyről is kerestek, de közben aztán úgy döntöttem, hogy Ceglédnek az ajánlatát fogadom el, amelyik egy nagyon korrekt és egyenes ajánlat volt, mert számomra fontos, hogy barátok között dolgozzak, ne olyan emberek közt, akik hallomásból ismernek ugyan. De... Ott a tulajdonos, aki ismert téged régebbről? Nem, ott van egy, mindjárt befejezem a mondatot, tehát ne olyan emberek között dolgozzak, akik hallomásból ismernek, és ezáltal ítélkeznek is rólam, és hogy nem szeretnék állandó csatákban lenni ezekkel az emberekkel. Na most valóta egy nagyon régi barátom, Bákozni Benő úr, aki egy kisebb szponzori csoportot tart össze, akik a város sportját próbálják megsegíteni a maguk módján, és a polgármester vezetésével a klub vezetői igen komoly munkát végeznek azért, hogy azt a kis csapatot fent tudják tartani. Most építettek egy gyönyörű harmadik generációs műfélyes pályát, nagyon sok pénzért, és csak remélni tudjuk, hogy a polgármester úr segítségével még egy kis anyagi támogatásban meg tudják részesíteni a csapatunkat, és akkor azt, amit vállaltam, hogy a csapatot beletartom az MB2-be, azt meg fogom tudni csinálni. Nehéz lesz megcsinálni? Hát nem. Hát nem, minden nehéz, ugye, mert nekem csak ilyen feladatok jutnak a magyar futballba. Az utolsó három esik ki, ugye? Igen. Nekem csak ilyen feladatok jutnak a magyar futballba, hogy ilyen nagy bajba lévő csapatokat próbálják meg megmenteni, de meg fogom csinálni, nagyon jó és ügyes játékosok vannak, de amiért én ezt elfogadtam, hogy talán sikerül azt a koncepciót elfogadni a vezetőkkel és a vezetőkkel valakik felé majd, hogy teremtsünk ott egy olyan bázist a Cegléd és környékén, ahol a fiatalokkal való foglalkozást meg tudjuk erősíteni, és ezáltal több ceglédi kötődésű játékos szerepeljen a csapatba. Hát ezt 2-3 éves intervallumban próbáljuk meg majd megcsinálni, és hát ennek a elképzelése... meddig szól? Hát a szerződésem az tulajdonképpen nincs meghatározva, meddig szól. Na, belement egy ilyenbe, hogy korlátlan? Belemegyek nagyon szívesen, mert hogyha ezt a gyerekekkel való foglalkozást is meg tudjuk oldani, akkor tudunk egy fényesebb jövőt a ceglédi futballnak állítani. Most egy a lényeg, hogy a Cegléd maradjon bent az MB2-ben. Hát, nem lesz egyszerű. Hát, ebben a magyar futballban semmi nem egyszerű. Soha nem is volt, de most ebben a borzalmas hisztivel, meg forradalmi hangulattal, ami ma körülveszi a magyar futballt, ezt a forradalmi hangulatot az Hegyi Ivántól loptam. Uh-huh. Nagyon nehéz bármit is jó irányba tenni ebbe a magyar labdarúgásba. Mert? Hát meg kell mondjam őszintén, hogy nagyon eldurult az utóbbi hetek. Főleg a 8-1-es vereség óta nagyon eldurultak a megnyilatkozások. A játékosok olyan hangot engednek meg maguknak, amit egyáltalán meg sem fordulhatna a fejükbe. De ezt csak azért tehették meg, mert
a vezetőktől olyan támogatást kaptak, hogy ezt megtehetik. Uh-huh. Az edzőképzés vezetője, az Magyar Edzői Kar, amiben ő is tartozik, hiteltelennek mondja. Én a magam nevében a 8-1-es vereség után kikértem az egyik közösségi oldalon, hogy ha én valamit hibáztam a magyar futballban, akkor azért elnézést kérek. Na de hát azért álljunk meg egy pillanatra. Engem hiteltelennek nevezni egy ilyen fiatalembertől, aki még az életében csapatot nem állított össze, az azért egy kicsit túlzás. Én a magam nevébe kikérem ezt. Nagyon-nagyon nehéz szíve hallgattam azt, hogy ez a fiatalember rajtam keresztül a magyar edzői társadalmat, illetve magamnak tulajdonított téves dolgai miatt a magyar edzői társadalmat, az elődeinket és a közvetlen mostani embereinket ilyen méltatlan módon megsértette. Számomra az, mert fölteszem a kérdést, hát kérdem én, hogy hol lett edző? Nem a Holdon lett, ő is itt Magyarországon lett edző. Ugyanazt a képzést kapta, lehet, hogy nem olyan jót, mint amilyet mi, és ugyanannak a társadalomnak a szülöttje. Hát miért nem ment ki külföldre? Miért nem ment ki külföldre idáig? Hát azért, mert a hatalommal a hátában most lehet pufogtatni itt az edzőket egymás után igen negatív színbe feltüntető nyilatkozatait, azért álljunk már meg. Hát én... Na most Laci, most akkor például ugye ez a romániai és a hollandiai vereség után ugye kialakult ez a hangulat. Akkor most itt az van, hogy most az edzők a hibások? Teljes mértékben az edzőkre akarják ráverni a hibát. Tehát nem egy szűk szakmai stáb, hanem globálisan a magyar edzők igen, a hibások? Amiben van igazság egyébként, amiben van igazság, ezt én nem tagadom. De azt, hogy az én közel 40 éves munkásságomat ilyen negatív színbe tünteti fel egy edzőközpont vezetője, aki mondom semmit nem tett még a magyar futballért, az más emberek számára is igen negatívan hat, és azt nem értem, hogy ezek az emberek, akik ott voltak, miért nem szólalnak meg. Nekem nagyon nagy szívfájdalmam az, hogy nekem ráment a karrierem arra, 15 év az életemből és a karrierem arra, hogy 15 évvel ezelőtt megmondtam azt, ami ma bekövetkezett. Hogy az edzőképzés ez ebben a formában, ahogy idáig itt zajlott, ez be fogja dönteni a magyar futballt. Mert? Ugye, hát mindjárt visszatérek rá. Tehát akkor már tisztán lehetett látni, hogyha ezt az edzőképzést kiveszik a TF keretei alól, és nem a TF-re építik rá, akkor ez csak ezt az utat mutathatja, semmi más. Tehát nem jól képzett edzők kerülnek ki? Ez az egyik. A másik, hogy annyi képzetlen edző, képzetlen ember, hangsúlyozom, ember, és ezáltal edző került be a magyar labdarúgás vérkeringésébe, akiknek fogalmuk nincs a futballról. Elnézést kérek mindenkitől, hogyha ez valaki sért. Én nem általánosítok, én a futballnak az egyik szeletéről beszélek, amelyet az edzők képeznek. Én magam úgy gondolom, hogy a legmagasabb futball képesítés, ami ma a ProLicensz, előtte ugye a testnevelési egyetemek a labdarúgó szakedzői kara volt, az igenis értelmiségi pálya. Én a magam nevébe kikérem, én értelmiségi vagyok. Én nem paraszt és nem bunkó vagyok. Én egész életemben tanultam, azért tanultam, hogy a magyar labdarúgást jobbá tudjam tenni. Én ezt megtettem külföldön, akárhol dolgoztam, mert mindenhol példakép voltam. Itt Magyarországon pedig azért, mert elmertem mondani 15 évvel ezelőtt, és azóta állandóan, hogy itt problémák lesznek, engem ezért itt szétszedtek. Mi lett volna akkor, hogyha 15 évvel ezelőtt meghallgatnak téged? Hát ez jó kérdés. Akkor lehet, hogy a magyar labdarúgás nem jut ide. Szeretném leszögezni. Szeretném ismételten leszögezni, mert nagyon sokszor elmondtam, hogy én nem a Mezei György ellen harcoltam, hanem az ellen harcoltam, amit a Mezei György képviselt. Én tisztán láttam azt, hogy az az út, amire akkor léptünk, az ide fog vezetni. Lehet, hogy ő is látta, de azok, akik megengedték, azok hol vannak ma?
A TF miért volt gyenge, miért nem tudott harcolni azért, hogy ez menjen tovább a TF keretein belül? Én most nem vitatom azt, hogy a TF képzése modern volt, vagy nem volt modern, alkalmazkodott a modern labdarúgáshoz, vagy nem. De meg kellett tanulni az anatómiát, az élettant, a pszichológiát, a pedagógiát, a biomechanikát, mindent. Anélkül ma a gyerekeket nem lehet edzeni. Soha nem lehetett egyébként, de ma meg már még inkább nem. Annyit, amennyit ez a kormány tett a futballért, a sportért, egyetlen egy kormány Magyarországon nem tette meg. Rengeteg pénzt ad a futballra, itt csak egyetlen egy probléma van, hogy ezek a pénzek nem jól használódnak fel. Ugye 10 éve vannak az akadémiák. 10 éve nem jött ki egyetlen egy játékos sem az akadémiákról. Miért nem? Hát azért, mert most álljunk meg egy kérdésre pillanatra. Ez a legegyszerűbb kérdés, amit te most fölvett. Így van. Azért nem, nekem az a válaszom, de van válaszom. Van válaszra? Az, hogy az a belterjesség, azok az emberek, akik benn ülnek különböző funkciókban, azok az emberek nem engedték be azokat a gondolatokat, akik azt mondták, hogy ez így nem jó. Tehát csak egy utat ismertek, és az az út ide vezetett. Azt nem tudjuk, hogy ha a másik utat választották volna, az hova vezetett. Azt tudjuk, hogy ez hova, ez ide. Akkor most eljött az az idő, hogy most más utakra kellene lépni. Hát mondok egy példát, tehát egyetlen egy csapat nem jut be, egyetlen egy korosztályos csapat nem jut be, egyetlen egy kupa, vagy egyetlen egy korosztályos torna 8-as döntőjébe. És jövőre bejutunk úgy, hogy itt mi rendezzük az Európa-bajnokságot, tehát benn vagyunk. Na most kérdem én, hát akkor azok az emberek, akik ott ülnek, nem látják, hogy itt valami óriási probléma van? És te mindenre tudnád a megoldást? Nem. Hát vannak emberek, akik részenként tudnák, de ha sok ember, és ugye itt nálad is nagyon sokszor mondtam már, és most elmondom még egyszer, és örömömre olvastam pár nappal ezelőtt a Csangnak egy nyilatkozatát, hogy azt kellene csinálni, hogy összehívni az edzőket, beülni egy szobába, egy terembe, eldobni a kulcsot, és ameddig össze nem verekednek, vagy el nem küldik egymást ide-oda, addig kéne beszélni, és végre valami közöset kitalálni. Hát az nem létezik, hogy itt mindenki hülye. Nem, de az edzőknek két csoportja van. Igen. Van, aki azért lesz edző, mert ehhez érez affinitás neki, ez az élete. Van a másik, és ők vannak többen, akik csak megélhetési edzők, akik labdarúgók voltak, nem értenek semmihez, valamiből meg kell élni. Azt mondod, hogy a sok klub ők viszont, mivel nem belső késztetésre lettek edzők, hiába dobod el a kulcsot. Nem, azt akarod mondani, fogod, hogy a sok klub disztógyöz? Nem lehet, hiszen ők belülről nincsenek késztetve arra, amit esetleg te szeretnél. Mondok neked egy példát, egy nagyon jó példát. 2010 decemberében 20 edzővel, nem mondom a csapat nevét, 20 edzővel, meg 22 ifi játékossal, meg serdülő játékossal kimentem Berlinbe. 3-4 napig Berlinbe voltunk, és A-tól Z-ig. Átnéztük, áttanulmányoztuk, egész nap értekezeteket tartottunk a Hertha vezetőivel, hogy átvegyük a Hertának azokat a dolgait, ami számunkra jó volt, és azt megpróbáljuk magyarosítani, tehát arra a helyzetre, ami nekünk van, úgy átírni, hogy azt tudjuk is használni. Hihetetlen nagy híre volt Németországban is, itt Magyarországon is több oldalas cikkek jelentek meg minden újságban. Erre ma, pár nappal ezelőtt olvasom, hogy Dárdai Pál kijelenti, hogy milyen érdekből azt nem tudom, Dárdai Pál kijelenti, hogy ő 15 éve van Berlinbe, és még senki nem volt kinn nála megkérdezni, hogy ők hogy csinálják. Na most, amikor én ezt elolvastam, széttéptem az újságot. Hogy lehet egy ember ilyen elvakult? Nem biztos, lehet csak elfelejteni. Nem, ezt nem lehet elfelejteni. Hát ott vannak a fényképek, amikor ott állunk. A Babbel, jó, hát az édesapja, ő meg én, ott vannak a fényképek, főzettem a Facebookra, lássák. Jó, hát ez az ember hogy felejtheti ezt el? Azért felejti el, mert az érdeke azt kívánja meg, hogy felejtse el. Biztos? Még mindig? 1000%, mert most már saját szekerét tolja. Akkor nagyon jó volt, hogy írtak egy oldalt a Nemzeti Sportba arról, hogy mi kint voltunk. 10 sor volt rólunk, és 5-90 róla. Akkor jó volt. Most nem mondja el, hogy igen. Ott volt a Kis László, Alfaka Emerg, és 3-4 napig igen gyümölcsösen tudtunk tanácskozni. Jó, ez egy történet. Most visszatérve arra, hogy akkor magyar labdarúgás, akkor most meg fog újulni, vagy nem fog megújulni? Hát meg kell újuljon, mert ez az út, ez bedöglött. De nem abban fog megújulni, amit most elkezdtek hirdetni, hogy
csak külföldi edző jöhet ide is. Hát ott, ami nem tanulnak meg a fiatal hát játékosok. Hát ez az, és a Hegyivának abban is igaza van, hogy ő se fog más játékos betenni, esetleg csak most véletlenül mondom, hogy ez a Guzmics-Devecseri kettős, ez hogy került a válogatottba, ez teljesen mindegy. Ez a téma a kérdés megválaszolásához teljesen indiferens. Tehát ő se fog tudni jobbat betenni. Ő se fog tudni, mert nincsen. Én azt mondom, hogy... Viszont akkor itt jön ugye az edzőfelelős, hogy miért nincsenek, miért nem neveltek ki? Így van, így van, ahogy mondod, pontosan. Ez az edzők felelőssége. És ez az MLS felelőssége. Ez az MLS felelőssége is. És az is az MLS felelőssége, hogyha idehoz egy külföldi edzőt, idehozza a stábját, akkor mi lesz a magyar edzőkkel? Hát ne haragudjon a világ, hát itt egy prolicenszet megszerezni nekem körülbelül 2 millió forintom volt. Ha mi utoljára a Mezeinek a hatalmas munkájával és a mi munkánkkal közösen nem tudjuk elérni azt, hogy az UEFA megadja az akkreditálási lehetőséget még 2 évre, akkor a magyar edzőknek jövőre Angliába, Németországba, Olaszországba, Spanyolországba, Franciaországba kellene kimenni. Saját költségen? Saját költségen, és megtanulni az ottani prolicences anyagot. Ami ugyanaz, amit itt nekünk magyarul tanítanak, az egész világon ugyanaz, csak akkor nem magyarul kell vizsgázni, tehát oda perfektül kell beszélni, angolul, igen, németül, francia, olaszul. Ki tudja ezt megtenni? Hát éppen ezért mondom, hogy ez a Szalai nevezetű fiatalember, aki még mondom, sajnos még egy csapatot nem állított össze az életébe. Ez hogy mer ilyet mondani? Én neki tudni kellene, hogy ő milyen körülmények között szerezte meg a diplomát, ugyanazt, amit én, 29-en voltak egy osztályba, mi csak 16-an, amit az UEFA engedélyezett, és minden nap ellenőrzés alatt csináltuk meg a 2,5 évet. Én nem azt mondom, hogy ez a legszuperebb, nem azt mondom, hogy ez volt a legszuperebb, de a Mezei is, és mi is annyit dolgoztunk azért, hogy az nem igaz. Na most idehozzák a külföldi edzőket, akik ugyanazt tanulják, mint mi, ugyanazt tanulják a prolicenszen, mint mi, egyben van előnyük, hogy nem ebbe a posványba szocializálódtak, mint amiben mi. De semmivel nem tud többet a futballról. Az természetes, hogy dolgokat másképp látja. Hisz ugye egyik innen jön, a másik onnan jön, a harmadik onnan jön. Hadd mondjak még egy kérdést. Hadd mondjak neked még egy dolgot. Ami a Ferencvárosnál történik manapság, hogy ugye alig nyernek meccset. Hát magyar edzőt már szétkoncoltak volna, fölnégyelték volna. Ennek az emberek egy bukott nem szólnak. Hát de most Diós Győrbe. Hát az egy parád, dolog, az egy dolog, ezzel parálésra játszottak, megnyerték a meccset, ebben semmi probléma nincsen. Na de hát magyar edző ezt a sanszot, amit ezek az emberek megkapnak, nem kapják meg. Hadd mondjak neked még, én mindig a magam példájában jövök. Ugye én dolgoztam most már 6 vagy 8 helyen egész életemben külföldön. És mindenhol sikereim voltak, hangsúlyozom. Ott, ahol engem beengedtek, ugye, ahol a magyar edzőt szerződtettek. Nem mehettem a Bayern Münchenhez, csak elmehettem a Maldív-szigetekre 2 csapathoz is. Ugye megnyertem bajnokságokat, mind a 2 kupát, ilyen kupát, olyan kupát, játszottam a 2 csapatra, 26 bajnokok ligája mérkőzést Ázsiába. De mindenhol tudtam, hogy magyar vagyok. Soha nem sértettem meg senkit. Alázattal voltam, csak a munka érdekel. És kivívtam azt, hogy a magyar edzőket utána az Urbányi Pista lett ott a szövetségi kapitány, azért hívták oda, mert valami kis közöm volt nekem is. Az ott a sarfán jól tudom, nem? Most jött el, igen. Azért kaptam én egy ajánlatot, amit te is láttál a Facebookon, hogy én is benne vagyok azokban az emberek között, akik szeretnék, hogy szövetségi kapitányok legyenek ott. De ezért én rengeteget dolgoztam. Engem nem menedzserek nyomtak be, hanem az a munka, amit én ott letettem az asztalra. Na most, ha itt Magyarországon, itt átveszik a külföldiek az uralmat, akkor itt a magyar edzők előtt milyen perspektíva lesz? Kérdezem én. Én könnyen beszélek, mert én már ugye nyugdíjas vagyok, én már elmondhatom azt, hogy én már, nekem itt már nagyon kevés van. Örülnöm kell minden lehetőségnek. Na de mi lesz a következőkkel? Hát, Laci, ez itt volt egy Matthäuszt is többek között. Nem történt nagy változás. De álljunk, mert itt volt egy Kusszala is. Arról miért nem beszélünk? Igen. Te Kusszala bajnokságot nyert. Jó, most... Csak a kérdés az, hogy most idejön egy külföldi neves edző szövetség kapitánynak, az még nem most nem szoroz. Hát ez tény, de csinálhat jól. Van ennek egy megoldása, hogyha olyan magyar stáb veszi körül, aki a futballért él, és nem a futballból, akkor lehet valamit csinálni. A Kuzalával ugye mi a Honvédnál bajnokságot nyertünk, és nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy én is benne voltam, nem is kis részben. Nem vagyok álszerény. De azt el kell mondjam, hogy ez a dolog hogy működött.
A Kucera azt mondta nekem a repülőtéren. 1980. Nem, 1992. októberében. Laci, tudom, hogy ki vagy. Mindent meg fogunk beszélni. Mindent te csinálsz. És ha nem lesz jó valami, majd szólok. És mi minden reggel 8 órakor találkoztunk a pályán. 9:30-ig átbeszéltük az első percről az utolsóig az összes edzést, átbeszéltük minden taktikát, én tartottam a taktikát, én csináltam az edzést, ott ült a tolmács, és a Kucelában fel sem merült, olyan bizalommal voltunk egymás iránt, hogy a Kucelában fel sem merült, hogy valami nem úgy van, ahogy megbeszéltük. Megnyertük a bajnokságot, és utána mindenki arra törekedett, hogy ezt a kapcsolatot hogyan lehet szétverni. Nem arra törekedett, hogy ez a kapcsolat menjen tovább, és a magyar labdarúgás érdekében aztán elkezdték sífutóedzőknek nevezni, elkezdték azt, hogy ki az edző, ő vagy én, és ebből, ha nem is volt kettőnk között, nem volt probléma, de a környezetünkben igenis nagy probléma lett, és a dolog megszűnt. Na most azóta se, így van, megmérgeződött. Na most azóta is, ugye itt mondják, hogy a Eljelvári a legjobb 10-ben van az eredményei alapján, meg itt kikkel játszottunk. Komoly meccset nem nyertünk meg. Nem nyertünk komoly meccset, talán 2-3. Igen, de most megint oda kell visszakanyarodnunk, mert ugye ezek a játékosok állnak a rendelkezésre, akik vannak. Erről beszélek, hogy ezt mi rontottuk el, magyar edzők, ezt valahogy nekünk kéne rendbe tenni, és ha rendbe tettük... Na de rendbe tudjátok tenni akkor? Rendbe, biztos, hogy rendbe tudjuk tenni. Mikor indul el a folyamat? Hát meg kell neked mondjam őszintén. Én nekem olyan rálátásom nincsen, mert ugye én sehol nem járok itt Magyarországon. Engem nem hívnak egy tanácskozásra. Mostanában lehet, hogy fogok menni 2-3 egyetemre előadást tartani, képzeld el. Na. Ilyen telefonokat kaptam mostanában, hogy úgy néz ki, hogy 2-3 egyetemre elmehetek ilyen előadásokat tartani a futball témával kapcsolatban. Na, hát csak szép lassan visszaszivárok. De a futballból nem, tehát a futballberkeikből nem kapok semmiféle. Nem majd idő. Nem, mert én nem is megyek. Tehát, hogyha engem hívnának, nem hívnak. Tehát nekem semmi kapcsolatom a magyar futballal, most a Cegléden kívül senkivel nincs. Senkivel nincs. Tehát azért mondom neked, hogy itt én nem látok rá annyira olyan mélységben nem látom át a magyar futballt, amilyenben. Én csak látom azokat a problémákat, amiket a televízió előtt, vagy az újságokból, néha-néha egy beszélgetésből le tudok szűrni. De azt látom, hogy itt most úgy megfeneklett a dolog, hogy itt nagyon nagy munkára lesz szükség ahhoz, hogy ezt ki tudjuk ezt a hajót innen rángatni. Laci, 2 percünk maradt. Cegléd jó lehetőség arra, hogy be tud bizonyítani, hogy jól gondolkodsz a futballról? Itt nem jó a kérdés. Itt nekem nem azt kell bebizonyítani, hogy én értek a futballhoz, vagy tudok a futballal, hanem az a kérdés, hogy meg tudom-e csinálni azt a feladatot, amire vállalkoztam, vagy nem tudom megcsinálni. Csak ez a kérdés. Na, ezt én meg tudom csinálni? Meg, biztosan meg fogom tudni csinálni. De hát ez nem egy olyan nagy dolog, hogy a 10. hely körül egy csapatot legyen, hát ez nem egy olyan nagy dolog. Az lenne a nagy dolog, hogyha ebben a csapatban a bajnokságot lehetne nyerni. Na, de hát ahhoz meg nincsenek meg a feltételek. A feltételek jelen pillanatban arra vannak meg, hogy ez a csapat bennmaradjon az NB2-ben, és benne is fog. Az NB2 bajnokságában ugye rosszul kezdődött a... Igen. sorozat, ugye Gyirmóton kikaptatok 3-0-ra, és most hétvégén meg Szolnok a következő ellenfél. Hát kikaptunk most Szolnok, vagy kikaptunk Gyirmóton úgy, hogy az első gólig talán jobban is játszottunk, mint az ellenfél. És akkor az első gólnál jött egy hiba, amit az ellenfél kihasznált, utána jött a kisítőség, ugye, amit párnapos munkával nem lehet legyőzni, és akkor onnantól kezdve a meccs nem volt meg. Semmivel nem volt a Gyirmót jobb, mint mi. Avval volt jobb, és ezt legesen fájdalmasan mondom, hogy rúgott 3 gólt, mi meg nem rúgtunk egyet se. És ebben nem lehet más a vége. Dolgozni kell, én nem vagyok elkeseredve, még hangomat se kellett fölemelni, mert a játékosok megtettek mindent, ennyit tudnak. Majd a következő meccsen ki fogják javítani. De most az, hogyha neki mész ezeknek a játékosoknak, akik keveset keresnek, nehéz körülmények között élnek, akkor mit érsz el vele? Akkor az ellenkezőjét éred el vele. El kell nekik magyarázni a hibákat, megpróbálni kijavítani, és majd, amikor jön a szünet és lehet edzeni, akkor ki kell alakítani egy olyan magot, amivel benne lehet maradni. Ez a cél. Utolsó kérdés, egy rövid válasz. Élvezed a mostani munkádat? Hát én mindig nagyon boldog vagyok, ha dolgozom, mert engem az éltet. De azt is meg kell neked mondjam, hogy ennek csak azért örülök jobban, mint egyébként, mert ebben a helyzetben, ami van most futball Magyarország, ami ma a futball körülveszi, azért Cegléd az egy felüdülés. Ott a vezetők, barátok, és úgy próbálnak az emberhez hozzáállni, hogy segítsék. És ez egy borzasztó nagy erő.
És engem ez érdekel csak, hogy csak barátok között tudok már dolgozni. Nem tudok már, én nem akarok már háborúzni senkivel. Maradjon így. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. További sportosat.